Több mint 7000 ember szennyvizét tisztítják meg itt az őcsényi szennyvíztisztító telepen, amit most teljesen felújítottak. Épült egy új 700 köbméteres medence, valamint hozzá csatlakozva egy teljesen új gépház, valamint a régi műtárgyak és épületek is teljesen felújításra kerültek. Az Őcsény-Decs határában terjengő bűzre sokan panaszkodtak, ezt oldotta meg a fejlesztés úgynevezett biofilteres szaktanítók alkalmazásával. Hatalmas jelentősége van, hiszen a legnagyobb probléma maga a szennyvíztárnak a befogadó képessége, a szennyvíznek a szűrése, tisztítása, ezzel megoldódott. A fejlesztésen nem csak a településeken terjengő bűz miatt volt szükség, hanem azért is, mert itt tisztítják meg Várdomb, Sárpiris, Decsi-hegy szennyvizét is, amit a korábbi telepen már nem tudtak megoldani. A Decs-Sárpilis-Várdombi ág ez nagyon hosszú volt, és sokszor olyan minőségű szennyvíz érkezett már a telepre, amelynek a tisztítása nem volt biztosított, és ez a pályázati lehetőség most lehetőséget biztosított arra, hogy olyan minőségű tisztított szennyvizet tudjunk kibocsátani a Szekszárdbáta csatornába, amely a környezetet már tovább nem fogja terhelni. A szennyvíztelep és szennyvízhálózat fejlesztése 443 millió forintos támogatásból valósult meg, amit a két település környezeti és energiahatékonysági operatív programpályázatán nyert el. Fülöp János azt mondja, az átemelő szivattyúk és a hálózat karbantartásával hosszú távon biológiailag megfelelő minőségű szennyvizet tudnak kibocsátani, ami a későbbiekben akár a takarmánynövények öntözésére is alkalmassá válhat.